Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövésze, szokásunk szerint vasárnap 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre, azokkal a filmekkel, amely filmek mi szerintünk jelentősek. Egy témát próbálunk meg körüljárni azokkal a filmekkel, amely filmek orientációt nyújtanak számotokra, egy betekintést nyújtanak számotokra, egészen különböző aspektusokból. Azért nagyon jó a filmkultúra, mert ha mondjuk egy ilyen top 10-et végig tekintünk, akkor az a 2 óra, amelyet a következőkben a mi segítségünkkel, vagy mi így együtt végig tudunk kalandozni, az egy több irányból biztosít számotokra lehetőséget, egy széles aspektust biztosít a számotokra, hogy rálássatok egy bizonyos témára. Ez egy nagyon érzékeny téma lesz a mai adásban. 0629-98-98 az SMS szám, amin írhattok nekünk, szóljatok hozzá ez a témához. Puzsér Robertet és Farkas Attila Mártont hallhatjátok a következőkben, abban az adásban, amelyben a zsidóság, illetve a zsidók és a többségi társadalmak együttélésének a problematikáit próbáljuk meg áttekinteni egy top 10 segítségével, egy olyan top 10 segítségével, amelyben a 10 legjelentősebb zsidó tematikájú filmről fogunk beszélni, ami fontos, hogy itt nem holokauszt mozikról beszélünk majd. Ezt a témát szándékosan kihagytuk, tehát nincs benne holokauszt mozi. Pedig top 10 holokauszt mozit is csinálhatunk volna, mert legalább 10 az van. Hát abból rengeteg, abból egyébként sokkal több film van, mint a zsidóságról általában. Mint az egyéb zsidó témájú filmek. Zsidó témájú filmekről. A másik pedig, hogy azért a top 10 nem azt jelenti, hogy mi nekünk ezek a kedves filmjeink. Tehát van közte számos olyan film, amit mi nem szeretünk, vagy nem tartunk jó filmnek, nem, a témában egy olyan, igen, valamilyen szempontból jelentős film, nem föltétlenül esztétikai szempontból. De a prioritás sorrend az esztétikai, tehát hogy fogalmazok? Tehát ez a 10 legjelentősebb zsidókkal kapcsolatos film, de a top 10-ben egyre jobb és jobb filmeket, jobb és jobb filmekről lesz szó, tehát a listának az alján inkább olyan filmekről lesz szó, amiket mi nem igazán kedvelünk, aztán ahogyan egyre följebb és följebb emelkedünk a csúcsok felé, ugye egyre jobb és jobb filmekről lesz szó, majd amikor fölérünk a csúcsra, akkor onnan aztán úgy tekinthetünk körbe, mint akik bölcs tudarai a témának. Tehát azért nagy képviséggel, de most egy picit legyünk azért szerényebbek is, hogyha valaki, kedves hallgatók, közületek tud ebben a témában jelentős alkotásról, az természetesen az eddigi szokásának megfelelően írjon SMS-t. Úgyhogy várunk titeket a következő 2 órában egy kellemes vasárnapesti elzsidőzésre Puzsér Roberttel és Farkas Attila Mártonnal. Természetesen nem szombaton választottuk ezt a témát, mert az mégiscsak szentségtörés lenne. De így vasárnap úgy gondolom, hogy semmi akadálya erről a témáról beszélni. Szóval következik az a 10 film, az a top 10-es lista, amely mi szerintünk a zsidókkal foglalkozó legfontosabb filmművészeti alkotásokat tartalmazza. Vagy ezt ismerjük. Hát vagy legalábbis mi szerintünk ezek a fontosak. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezett a Gentle című musical. Barbara Streisand. Barbara Streisanddal a főszerepben és Barbara Streisand rendezésében. Egyébként ő nem Barbara, hanem Barbara Streisand, de ha jól ejtett ki, akkor észre se lehet venni a különbséget. Jó, hát én magyarosan ejtem. Szóval, ez egy zenés dráma. Igazából több mint 2 órán keresztül és 1983-ból. Egy nagyon hasonló sztoriról van szó, mint a Hegedűs a háztetőn, csak hát egy sokkal gyengébb filmről beszélünk. Egy minek édes, bús, szomorú történet, igen. Sok gyengén sikerült dallal, és néhány talán kevésbé gyenge dallal. Hát, hogy mondjam, a fiú ruhába öltözött lány, igen, tragédiája. Na, így lehetne maradjunk annyiban, hogy a közelébe sem jön az egyéb zsidó témájú filmeknek, vagy musicaleknek, például a Hello Dolly-nak a közelébe nem jön, hogy ne is beszéljünk a Hegedűs a háztetőről. Tehát, hogy ez... Jó, egyébként, na, oké, maradjunk ennél. Mi az üzenete a filmnek? Az ortodox zsidó közösség, hogy is mondjam, csökötsége, talán így lehetne, ugye? Tehát a jeles amerikai musical színésznő, aki egyébként egy nagyon-nagyon nagy tehetség szerintem,
ő ugye egy ilyen jellegzetes amerikai liberális gesztus tesz, nem? A konzervatív jobboldal, hát jó, mondjuk jobboldali ezt... Magyarországon ez értelmezhetetlennek tűnik, de Amerikában igen. Nagyon is van értelme Amerikában a jobboldali zsidókról beszélni. Így van. Az a jobboldali zsidók Amerikában azok rendkívül keményen antikommunisták például, rendkívül kemény... Antiliberálisok. De nem abban az értelemben, ahogyan a liberalizmus Magyarországon értjük. Semminek nincs értelme, ha átültetjük. Viszont némileg rasszisták, ez mondjuk... Igen, hát kőkeményen fundamentalisták. És patriarchális. Igen, és kőkeményen fundamentalisták, és nagyon keményen iszlám ellenesek, és... Szóval a zsidó egyenlő liberális metafora az ebben a kontextusban nem érvényes. Hát ahogyan átkelünk az Atlanti óceánon, már semmi értelme nincsen, igen. Na, szóval, de a liberális se jelenti ugyanazt. Tehát, az meg a másik. Na, maradjunk abban, hogy itt Európában, meg főleg Magyarországon a liberális most a rendszerváltás után jobboldalit jelent. A jobboldali az meg gazdasági értelem, a jobboldali meg baloldalit jelent. De ahogy átkelünk az Atlanti óceánon, a liberális már baloldalit jelent. Tehát Amerikában azokat hívjuk liberálisoknak, akiket itt Európában, főleg leginkább Magyarországon, szociáldemokratáknak hívnak. Például az Obama az liberális, holott gazdasági értelemben meg nem az. Az a szociáldemokrata. Tehát, míg a republikánusok, a konzervatívok kőkemény liberálisok magyar értelemben. Igen. És az amerikai jobboldal az filoszemita, Izrael barát, piac barát, tehát teljesen fordítva van minden. Igen. És az amerikai szélsőjobb is. Kivéve te persze a neonácikat, most nem azokat értem, hanem a protestáns szélsőt, a neoprotestáns szélsőt. Minél nonkonformista szélsőjobbos, minél puritánabb, minél vallásosabb, annál zsidóbarátabb, és annál iszlám ellenesebb. Olvasson valaki Pat Robertson tiszteletest. Vagy nézze a 700-as klubot a tévén, na hát ez az a szélsőjobb, amiről beszélünk. Az amerikai szélsőjobb. Az amerikai szélsőjobb, amik szélsőségesen Izrael barát, és szélsőségesen iszlám ellenes. Szélsőségesen antikommunista, és szélsőségesen piacpárti. Így van. Na most Barbara Streisand. Barbara Streisand pedig egy baloldali zsidó értelmiségi művész. Hát aki, mint Woody Allen, meg a többiek. Hát igen, ilyesmi. És egy gesztus tesz ennek a fajta baloldaliságnak, és egy fricskát tesz a jobboldali, konzervatív zsidók felé. Hogy így fogalmazzuk. Így van. Na most, miről szól a sztori? Itt, a nők nem tanulhatnak. A nők, nem mehetnek ilyen sivába. Ebben az ortodoxiában a nők azok nem járhatnak iskolába, nem tanulhatnak. A nőknek azoknak a lábos mellett a helyük, meg a partvis mellett a helyük. Mert ez a és ez tetszik neked az év. Hagyomány, de most ezt nem tudom, hogy miért gondolod, vagy mivel szolgáltam rá ezekre az előítéletekre. De olyan jól mondod. Szóval nem, az egyetlen probléma, hogy a Barbara Streisand az nem elégedett ezzel. Nem elégedett ezzel a szereppel. Ő ennél többet akar. Főleg azért, mert volt egy apja, aki fiút akart, mindenáron fiút akart, de csak lánya született, és ezért úgy csinált a lányával, mintha fiú lenne, és elkezdte tanítani, de persze csak titokban. És amikor meghal az apja, akkor a lány szeretné folytatni a tanulmányait, de nem lehet. És ezért kiadja magát fiúnak, és elkezd, és beiratkozik egy zsidó iskolába, és aztán jönnek a bonyodalmak, jön a szerelem, még ki is házasítják egy lányjal, ahogy fiúnak nézi. De persze az egész egy olyan kicsit kutyakomédia, tehát mindenki látja, hogy ez egy lány, mert különben gusztustalannak is látnánk azt, hogy ő egy fiúba szerelmes. Tehát azért látszik, a néző látja, hogy lány, de a szereplők meg nem látják. Tehát, hogy mondjam, van egy ilyen gesztus a mi felénk, olyan, mint tudod, a színpadon is szokott lenni ez. Igen. Shakespeare, igen, így van. Igen. Szóval egy ilyen bájos történet, ami elég keményen szembefordul a zsidó hagyománnyal, és ezt az ortodoxiát egy nagyon sötét, begyepesedett, és az, hogy mondjam, a történelmi fejlődésnek ellenállni kívánó közösségnek mutatja fel. Van egyébként egy izraeli film, sajnos nem találtam meg sehol az interneten, és a címét se tudom, mert nem elejétől láttam egyszer a Duna TV-n, akkor rajta lenne ez a mi listánkon, hogyha valaki tud róla, kérem írja meg SMS-be, ami az izraeli ortodox közösségnek a szörnyű nyomasztó hangulatát festi le, és egy női testvérpárról szól, egy nővérről, akinek nem születhetik gyereke, és a húgáról, aki a filmnek a végén ott hagyja ezt a közösséget. De ott ennek vannak politikai konnotációi, tehát hogy ezek az ortodox zsidók Izraelbe
itt tulajdonképpen egy hatalomváltásra készülnek, de mindegy, ez másodlagos, de hasonló az egésznek a lényege, illetve a mondani valója. Szóval ez a film az a hagyományos értelemben vett ortodoxiának, meg a modernitásnak a konfliktusáról szól, hát hogy is fogalmazzak, megfelelően szerény eszközökkel, de hát a Barbara Streisandnak mindenféleképpen a bájos jelenlétével fűszerezve. A 9. helyezett mai listánkon a 10 parancsolat című film, amely Mózes történetéről szól, igazából az Ószövetségnek a megalapításáról. Ugye nem nagyon lehet tudni, hogy Mózes az a Biblia első 5 könyvének a szereplője vagy a szerzője. Igazából ez egy nagy dilemma. Jó, hát a Teremtés könyvé nem, nyilván, de elvileg ő a szerzője, de jó, mindegy. Hát ő a szerzője is, meg a főszereplője is. Most nem menjünk bele a filológiába. Lényeg az, hogy ugye itt a zsidó állam és vallás alapítóról van szó. Igen. Aki a világ történetnek is egy jelentős figurája. Hát azt lehet mondani, hogy Mózes a kultúrtörténetnek egy rendkívül jelentős figurája. Ő volt az, aki az egyisten hitnek a megalapítója. Na, volt. Aztán... Ő volt az, aki fókuszálta egyetlen egy irányba azt a nagyon-nagyon sokfelé tartó nézetrendszert, amelynek a hiedelemvilága az volt, hogy a világ, a valóság, ami körülvesz minket, a számtalan jelenségnek az összessége. Ez volt a régi hit. Igazából ez még nem hit volt, hanem hiedelemrendszer. És már valahogy, a politeizmusra gondolsz? Igen, a politeizmusról beszélek. És annak a felismerése, ami egy magasabb spirituális szintet feltételez, hogy ami körülvesz minket, az egy. Hogy a valóság, hogy a világ az egy. Hogy minden egy. Mert az egyisten hitnek a lényege valójában ez. Ezek a gondolatok egyébként megjelennek a különböző politeista rendszerekbe, de most erről ne nyissunk vitát. Igazából Eknaton volt az, amelyik tett egy ilyen kísérletet, csak érdekes módon a saját személyében egyesítette az összes istent. Jó, Egyiptomba, ahol a fáraó isten volt, ez természetes. Egyébként már a nagy piramisok építői, a Keopszunk, a többiek is, hát azok is. Egy isten volt, de nem az isten, várjál, és ez azért különböző. Megjelenik benne. Hogy mondjam, látensen megjelenik a későbbi monoteizmusnak a tendenciái, amikor például alárendelődik az összes többi isten egy adott istennek. Ez tulajdonképpen egy ilyen premonoteista szisztéma, de ezt most hagyjuk. Más kérdés, hogy a zsidóságnak a történelmi szerepe is itt alapozódik meg, igazából. És vannak különböző érdekes elméletek, hogy hát mit tudom, hogy Mózes az volt, aki egy ilyen echnatonista figura volt, aki amikor az echnatoni reform megbukott, akkor. Ezek romantikus dolgok természetesen. Jó, csak nem saját magát nevezte ki istennek. Echnatonnál se Echnaton volt az isten, hanem Aton a napkorong. Igen, ami ő. Ami mindenleg. Az más kérdés, hogy ő egy lényegűnek tartotta magát vele, de nem saját emberi mi voltát tette meg istennek, akkor te rosszul olvastál. Jó, nem, de Mózes esetében ilyesmiről nem beszélünk, ugye? Mózes esetében ilyesmiről nem beszélünk, ugye? Mózes esetében ilyesmiről nem. Ő persze, tehát az Ótestamentum Jahve az, hogy is mondjam, egy keményebb figura, mint az Aton a napkorong, úgyhogy egy keményebb figura. Én a világért nem lettem volna zsidó az Ótestamentum idején, szóval azért az egy nagyon durva váltás volt mentálisan. Na most ebben a filmben a Charlton Heston játsza Mózest, és a Yul Brynner, hogyha emlékeztek a hétmesterlövész részéből, az első számú mesterlövészre. A kopasz. Igen. Tarkopasz, fénylő kopasz, akkor még ugye nem volt divat a bőrfejűség, és emiatt ő kitűnt nagyon sok sztár közül. Na hát itt bőrfejűként is Ramszesz játsza, nem egy zsidót, igen. Egyébként egy nagyon tehetséges figura volt. Kiváló. Nagyon kiváló, és ehhez képest azért méltatlan. Igen, annyira nem foglalkoztak. Néhány ilyen filme. Meg kell mondani azért erről a Mózes filmről, tehát a 10 parancsolat című filmről, hogy ez egy tipikus, nagy, hollywoodi, nagy költségvetésű hát az igazi Quo Vadis típusú film. Klasszikus gics. Igen, ez tehát a... ez az ondolált hajú Mózes. 222 percen keresztül. A Kleopátrát például. Igen. Vagy a Quo Vadis mondjuk. A Quo Vadis, na ez a típusú film. Na most a zsidóknak a történelmi szerepe is itt Mózesnél alapozódik meg.
amikor arról beszélünk, hogy ők a kiválasztott nép, ők az Istennek rendelt nép, vagy inkább ők, a, vagy inkább Isten az ő nekik rendelt Isten, az egyetlen Isten, és akkor az összes többi nép az valahol istentelen, vagy Istentől idegen, vagy valahol állat és zsidó között hányódó népekről beszélünk? Hosszú folyamat. Most a vegytiszta judaizmust vesszük, akkor inkább ez utóbbi, amit mondasz. De azért tudjuk azt, hogy voltak ott furcsa pogány maradványok a mózesi vallásban nagyon sokáig. Tehát ott van például a mózesi részkígyó. Azt egy ilyen mágikus, totemszerű valaminek tartották. Később az egyik király az Old Testamentumban semmisítette meg ezeket. Voltak Jahvénak mennyasszonyai, ilyen oszlop fétisek, úgynevezett aserák, meg hasonló dolgok. Tehát, hogy nem volt ez olyan... Ott van a frigyláda, ami nagy valószínűséggel tényleg az egyiptomi ilyen hordozható naoszoknak, tehát ahol ilyen orákulum isteneket, meg mit tudom én kiket, Ámont, meg másokat is hordoztak, ilyen láda, tehát hogy ez egy ilyen egyiptomi átvitel. Egy beduin istennek egy ilyen közel-keleti vallásokból összeszedett mázzal összekevert valami volt a kezdeti Jahvehit, később lett az a vegytiszta monoteizmus. Mózes korában biztos, hogy nem. Tehát egy ilyen egy bálványimádásról beszélünk. Arról nem akkor is szól, még? Hogy van Jahve, azért túlzás, tehát átmeneti, ilyen furcsa átmeneti kevert vallás lehetett, ott van Jahve, meg ott van Elohim. Ugye Elohim az többes szám, azt jelenti az istenek, miközben első szám egyes személybe beszél a Bibliában. Nem is biztos, hogy él, vagy Elohim, vagy Jahve ugyanaz a személy, később mosódott egybe. Nagyon sok érdekes dolog van ám itt. Ja, és még valami, nagyon fontos. A Jónás és a Cet története. Ott van Jónás a Cet gyomrába. Miért akar elmenekülni? Nem akarja teljesíteni Istennek, Jahvénak a parancsát, hogy menjen Ninivébe prédikálni, ezért mit csinál? Megszökik az országból a hajóval. Ez implicite azt mondja, hogy Jahve annak a területnek nem uralkodik mindenhol. Annak a területnek az istene, bezony, zsidó törzsi isten. Sőt, hát hogyha jól tudjuk, akkor a parancsolatokban még nem arról van szó, hogy nincsen isten én rajtam kívül, hanem arról van szó, hogy ne legyen neked más istened én rajtam ez kívül. Az, tehát nem arról az. Beszélünk, hogy én rajtam kívül a világban nincsen uralom, mi arról beszélünk, hogy más uralomért ne folyamodjál, csak az enyémért. És az a sokat idézett, ne paráználk, hogy parancsolat, amit mi mindannyian ugye évszázadok óta a szexuális szabadosságra értelmezünk, eredetileg mit jelentett? Ne legyenek más istenek. A más istenekkel való paráználkodás nem arról van szó, hogy ne legyen hancúrozás izével, asszonyállatokkal, hanem más isteneknek ne állíts bálványt. És mivel olyan elvont, olyan absztrakt isten, mint Jahve, nem létezett akkor még a világon, ezért aztán minden más istennek az imádata maga volt a bálványimádás. Így van, hát így tulajdonképpen van. A bálványimádásnak a tilalma az nem arra vonatkozott, hogy csak absztrakt módon szabad az istent imádni, csak az elvont istent szabad imádni, csak a fejedben élő istent szabad imádni, semmiféle képmás nem szabad imádni, hanem arra vonatkozott, hogy minden más istennek volt képmása, csak Jahvénak nem volt képmása, tehát amikor a bálványimádást tiltjuk, akkor kvázi leegyszerűsítve minden más isten imádatát tiltjuk. Egyébként van egy remek elmélet, ami megmondja, hogy miért lett éppen Jahvéből az absztrakt isten. Mert a sivatag istene volt, a forró szél, ami láthatatlan. A sivatag ugye az üresség helye az ókori közel-keleti embernek, Egyiptomban meg máshol is. Nincs semmi, csak egy végtelen pusztaság. És ugye a Szent Lélek, vagy a Ruach HaKodesh, tehát ez a tüzes szél, az pedig ez a sivatagi forró levegő, és tulajdonképpen Jahve az egy természeti isten lehetett eredetileg, de láthatatlan, mert hogy szél, szellem, nincs arca, ez még nem absztrakt. Később aztán ebből lett az absztrakció. Aha. Hát akkor valójában arról beszélünk, hogy ez tulajdonképpen csak történetesen a beduin isten körülmények, a körülmények Eszen. Folytán alakult így. Így van. Hát és tudni... ez lett a zsidó nép nagy veszte. Ahelyett, hogy tulajdonképpen szerencsés népként megmaradtak volna ott a pusztaságban egy rendes, normális beduin társaságnak, amik voltak azért. Hogyha a veszte, lehet, hogy ezért éltek túl, lehet, hogy ezért létezik ma is. Na de milyen szenvedés történet azért ez? Jó, de hát képzeljed el, hogy egy törzsi vallás. Melyik az a törzsi vallás, amelyik ma még él, ma még működik a zsidó valláson kívül? Tudunk ilyet?
Na jó, hát ismerünk ilyet? Indián törzsek. De nem törzsi keretek között. Ja, nem törzsi keretek. De azok is már jóformán ki lettek írtva. Ja, értem. Hát, hogy nyilvánvalóan ez a túlélésnek az áloga. Ha törzsi vallás nem is, de nagyon sok mindenben hasonló a zsidó valláshoz a hinduizmus. Az ortodox hinduizmus. Igen, Indiát nem hagyhatja el, a kasztjából nem léphet ki, nem ehet marha hús, tehát ott ugye ezért kóser, minden megvan, hát rengeteg minden. Hasonló. Jó, mondjuk a zsidóknál nem volt kasztrendszer, ez más kérdés, de hogy az egyfajta zárt. Egyfajta apartheid van ma is, fogalmazunk így. Jó, ez most már politika, most maradjunk a vallást történetnél. Zárt, egy zárt társadalom, egy vérségi. Ne haragudj, de én nem gondolom azt, hogy összemosnám a politikát. Nem gondolom azt, hogy nem a politikát, a hát vallásat. Most mit értesz azt gondolom, hogy ezek én azt gondolom, hogy ezek összetartozóak. Most a palesztinokra utalsz, nem? Igen, de én arról beszélek, hogy továbbra is egy meglehetősen vallási szemléletű. Ja, hogy még a világi cionizmus is ebből működik, erre igen, pontosan működik, ja, értem, Izraelben, értem. És az az apartheid, ami most működik, többek között az, hogy a palesztinokat nem sorozzák be a hadseregbe, hogy a megszállt területeken élő palesztinok nem kapnak állampolgárságot. Hogyha nem vagy zsidó, nem kapsz állampolgárságot, na, erről és itt tovább. Így erről van szó. Talán még egy érdekes történet, amikor Pál ellátogatott a görögökhöz, és a Panteonban körbevezették őt, és kérdezték őt tőle, hogy Jahve az melyik isten ezek közül. És volt egy istenük a görögöknek, egy olyan talapzat, amin nem volt ott az isten, az ismeretlen isten talapzata. Uh-huh. És Pál mondta, hogy uh-huh, ez itt az. És rámutatott. Mai listánk 8. helyének birtokosa az Exodus című film 1960-ból, ez egy 210 perces film. Ugyanilyen nagyszabású, tulajdonképpen rokona valahol az ókori hollywoodi filmeknek. Hát tökéletesen, hát a 10 parancsolat az arról szól, hogy hogyan vonultak ki Egyiptomból a zsidók, és alapították meg Izrael. Exodus az 1. Exodus, igen, az Exodus meg arról szól, hogy hogyan vonultak ki Európából a zsidók, és alapították meg Izrael másodszor. Exodus 2. Igen, gyakorlatilag. Hát az újra Exodus, vagy az újra, és az új Mózes szerepében Paul New Newman. Leon Urisnak a népszerű regényéből készült ez a film. Hát a regény az azért sokkal jobban sikerült darab, és hát sokkal ismertebb is, én persze, úgy gondolom. Egy kevés olyan nagyszabású film van, ami nem tudta meghaladni a regénynek a színvonalát, de ezúttal így egy ilyesmiről beszélünk. Azt lehet mondani, hogy egy propaganda film az, ami a vásznon zajlik 210 percen keresztül, amikor az Exodus megtekintitek. És ne felejtkezzünk el arról, hogy az a hősies kivonulás és az álhatatos munka, amely a sivatagból amely a sivatagból egy virágzó államot terem. A honfoglalás. Igen, egy új honfoglalás, az, hát hogy is fogalmazzak, a szabadságharcnak azt a fajta jellegét ölti, amelyet mostanában terrorizmusnak nevezünk. Ne felejtsük el, hogy a Dávid király hotel elleni merénylet, amely többek között Ben Gurionnak, Izrael állam első elnökének a műve, miniszterelnökének ugye a műve volt, az, hát azt nem is tudom, hogy nevezhetnénk másképpen, mint terror cselekményt, amikor a Palesztinában állomásozó brit hadosztályoknak a tiszteknek a családjai, a gyerekek meg a feleségek voltak elszállásolva a Dávid király hotelben, amely hotelt felrobbantották, és hát a többek között ennek a hatására hagyták el a britek Palesztinát, és mondták fel azt a gyarmati státuszt, amely Palesztinát a brit birodalomhoz kötötte. Így van. Igen. Igen. És hát azért voltak ott egyéb csúnya dolgok. Ne, tehát amikor most a terrorizmusról beszélünk, a palesztinokkal szembeni terrorizmusról beszélnek, akkor hát lássuk be azt, hogy tulajdonképpen a terrorizmus meg a szabadságharc az ugyanannak az érmének a két oldal, és attól függ, hogy az érme melyik oldalára esik. Tehát a győztesek harcát azt mindig szabadságharcnak hívják, a veszteseket meg mindig terrorizmusnak hívják. A második világháborús német propaganda, ami egyébként még a magyar polgári sajtóba is átjött a háború idején, természetesen, az a szovjet partizánokat orvlövészeknek és terroristáknak titulálta rendszeresen és módszeresen. Természetesen, csak mondjuk ehhez érdemes lenne ismerni a szavaknak a jelentését, és akkor kevésbé tudnának minket manipulálni. Amikor például azt mondják, hogy egy terrorista? Irakban terrortámadás érte az ott állomásozó amerikai katonai erőket, akkor például tudhatjuk, hogy nem történhetett terrortámadás, ugyanis a terrorizmusnak a feltétele, hogy civilek legyenek az áldozatok. Tehát a célpont az mindig civilek ellen irányuljon, akkor beszélünk terrorizmusról. És ezt megfejelem. És mindegy egyébként, hogy bocsássál meg a definícióhoz. Nem bocsájtok. A 19. században Oroszországban
pozitív konnotációval élt az értelmiség fejében az a fogalom, hogy terrorista, ugyanis az a cár elleni anarchista támadásokat nevezték. Akár civilek ellen? Hát arisztokraták ellen, meg főtisztek ellen, meg cár ellen, nyilvánvaló nem terhes családanyák ellen. Amikor szegény Sziszit, lelőtte egy elmebeteg olasz anarchista, akkor még az anarchisták is elborzadtak és elhatárolódtak tőle, mert mit tudom én, ők nem így gondolták, meg nem, stb. Szóval a lényeg az, hogy a terrorista nem volt egyértelműen ilyen negatív fogalom még a 19. század végén. Farkas Attila Mártont és Kuzsér Robert hallhatjátok a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Ez a műsor, ez a hét mesterlövésze, amelyben a zsidókkal, illetve a zsidóság tematikájával foglalkozó filmek top 10-es listáját próbáljuk meg felvázolni számotokra. 0629986986-os SMS számon vagyunk hozzászólhatóak. Tehát mi a terrorizmus? Csak hogy idézzük ezt fel egy pillanatra. Terrorizmus az minden olyan cselekmény, katonai cselekmény, amely civileknek az életét tudatosan és módszeresen veszélyezteti. Tehát civilek a célpont. És akkor is terrorizmus, ha mondjuk nem civilek a célpont, csak mondjuk egy bombát robbantok fel, mondjuk egy katonai vezetőt akarok megsemmisíteni egy tömött piac téren, és akkor ennek következtében meghal 30 másik civil, az is terrorizmus. Viszont, hogyha katonák ellen zajlik ez, az nem terrorizmus. Még hogyha civilek hajtják végre, vagy irreguláris egységek hajtják például, végre, akkor azt gerilla háborúnak hívjuk, vagy gerilla támadásnak. Meg merénylet, amikor Heydrichet megölték Prágába az emigráns cseh kormánynak az emberei. Igen, tehát hogyha ismerjük a szavaknak a jelentését, akkor kevésbé fognak tudni minket a különböző hírmanipulátorok megetetni azzal, hogy most itt egy terrortámadás készült. És mindezt a Paul Newman főszereplésével játszott 1960-as Exodus című film apropóján, amivel azért kicsit ünneprontóak vagyunk, hiszen ez a film egy nagy hős óda, ugye? Igen, tehát és érdekes módon bizonyos életben maradt, sokat szenvedett zsidóságnak a új honfoglalásáról van szó. Bizonyos történelmi tények kimaradnak. Bizonyos történelmi, hát nyilvánvalóan kimaradnak. Ugye itt vannak ilyen nagyon feszültségteli jelenetek a filmben, például, hogy melyik állam szavazza meg. Az egy nagyon híres, nagyon híres könyvben is, filmben is, ez egy ilyen híres jelenet, hogy melyik államnak a képviselője hogyan szavaz az ENSZ-be, és akkor mit tudom, végigvinz Argentína. Beszélgessünk egy kicsit Izraelről, meg Izraelnek a szerepéről. Izrael megalapítása vezetett el ahhoz a most már több mint fél évszázada tartó és szüntelen konfliktushoz és szüntelen gyilkoláshoz, amely a közel-keletet jellemzi. Tehát ott élt egy nép, ezek voltak a palesztinok, és amikor megszűnt a gyarmati státusz, akkor igazából úgy gondolom, hogy a palesztinok érdemelték volna meg azt, hogy végre alapíthassanak egy államot, és eljött jöttek oda a zsidók, és alapítottak a palesztinok helyett egy államot. Nem lett volna jogosabb, hogyha Németországból szakítanak ki egy darab földet, ugyanis hát ugye vár a Németország volt elsősorban felelős a zsidóknak a tragédiájáért, és mondjuk Németországból, Európa szívében, Európa közepén, ahol a zsidókat egyáltalán nem utálják, legalábbis nem utálják őket közel sem annyira, mint az arabok tengerében, vagy a muzulmánok tengerében, a közel-keleten. Nem lett volna a zsidóknak is jobb, a palesztinoknak is jobb, meg úgy általában az egész világnak, és főleg az egész közel-keletnek jobb, hogyha ezt a konfliktust úgy rendezik, hogy mondjuk Németországból hasítanak ki egy darabot, és ott alakul meg Izrael állam, nem pedig a közel-keleten. Azt gondolom, hogy azért történelmietlen ez a kérdés, mert Izrael állam nem egy modern állam, hanem bizonyos értelemben egy vallási fundamentalista állam, és nagyon komolyan kötődik a siratófalhoz, ugye a templomnak a maradványához, és ez a konfliktus azért megoldhatatlan, mert a siratófal tartja a sziklamecsetet, tehát a siratófal azért sem lehet föltárni a templomot, mert a sziklamecset arra épült. Tehát ahhoz le kéne rombolni a sziklamecsetet. Teljesen szimbolikus egyébként. Igen, a sziklamecset lerombolás a világháborút jelentene, ezért aztán a templomot nem lehet újra feltárni, ezért aztán a templomot nem lehet újra felszentelni, és a messiás nem tud eljönni. Tehát itt erről beszélek, ez egy olyan patthelyzet, olyan, mint amikor a Marokkó, van az a játék a Marokkó, amikor már nem tudsz mozdítani semmit. Tehát és akkor most mi lesz velünk, akik nem vagyunk se zsidók, se muszlimok? Hát mi szomorúan nézzük végig ezt a gyilkolást, ami ott zajlik. Egyébként a náci Németországnál régebbi az Izrael államnak, tehát mint terv, ugye a Balfour nyilatkozat már első világháború ideje. De alapvetően vallási okai vannak annak. Theodor Herzl egy világi államot akart, egyébként magyarországi származású, ő is, tehát ott született valahol a Dohány utca környékén, és Heltai Jenő írónk volt az ő unokaöccse.
Theodor Herzlnek, Izrael állam alapítójának. Szóval mi a véleményed erről? Már miről? Hogy Németországban lett volna Izrael? Hát, vagy arról, hogy törvényszerű volt-e? Törvényszerű, mert egy több ezer éves folyamatos, ilyen messiás váró... Maradjunk annyiba, hogy Izrael esetében nem egy... Akkor is vallási, nem egy modern polgári államról beszélünk. Mert különben nem kötődne így egy vallási szentélyhez. Igen. Tehát ez ebben legalábbis egyet kell, hogy értsünk. Szent földhöz. Igen, tehát maradjunk annyiban, hogy Izrael abban az értelemben, bár nagyon kilóg a közel-keletről, és nagyon nem oda lenne való a szónak abban a vallási értelmében, de valahogy mégis kulturális értelemben mégis nagyon oda való. Tehát pontosan ugyanúgy kötődik ahhoz a helyhez, ahhoz a szentséghez, mint ahogyan a palesztinok kötődnek az ő szikla mecsetükhöz, és ilyen értelemben Európában nincs egyetlen egy állam sem, amelyik ennyire kötődne egyetlen egy helyhez, legyen az bármennyire is patrióta állam, vagy működjön ott bármennyire is erőteljesen a hazafiúi érzés, vagy a nacionalizmus, ilyenre példa nincsen. Tehát, hogy valahol Izrael bizonyos értelemben még mindig egy törzsi állam. Hát igen. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A Ben Hur című film. Na hát ez a legnagyobb kiállítású. Valaha ugyanaz volt, az ókori, ugye most három ókori hollywoodi filmről beszélünk. Igaz, hogy ez egyik 1946, 47, 48 vagy is második világháború után játszódik, de ugye az is egy ókori film, az Exodus. És most ugye itt van a harmadik nagy ókori hollywoodi filmünk. Újra Charlton Heston. Charlton Heston megunhatatlan a hős zsidó szerepében. Ezúttal nem Mózes, hanem Júda Ben Hurt alakítja. És ennek az előző filmben alapítja, most alakítja. Így van. Igen. Na most a Ben Hur az egy nagy szám volt, amikor Magyarországra sok évtizedes késéssel bejött, emlékszem a 80-as évek elején, tehát én középiskolás voltam, és akkor mindenki megnézte, mint nagy kalandfilmet. Hozzá kell tennünk, legyünk igazságosak, van egy 1924-es, 6-os, tehát 20-as évekbeli Ben Hur film is, és azt a nagyon híres kocsi hajtó jelenetet, amikor rászerel a gonosz a kerekekre ilyen hegyes valamiket, ami leesztergálja, hogyha közel megy a küllőket, igen. Na most ez már a 20-as évek Ben Hurba a kocsi jelenet az akkori technikának megfelelően csúcsprofi. Onnan szedték a 60-as évek elején. Aha. Tehát a 20-as években csinálták az első Ben Hur feldolgozást, ez egy régebbi regény ugyanis, és nagyon-nagyon profi, egy nagyon híres 20-as évekbeli filmről van szó, hogy a második, egy másik zsidó témájú néma film mellé, a Gólem mellé nyugaton oda lehet tenni, művészi, meg mindenféle szempontból. Aha. Miről szól ez a film röviden? A Ben Hur? Egy szerencsétlen zsidó arisztokrata családról, akit a gonosz náci rómaiak deportálnak és meghurcolnak, és aztán különböző szerencsével visszatér a főhős, de már sajnos leprás anyát és húgát találja a tömlőc mélyén, viszont megtér kereszténynek. Na, most nagyon-nagyon röviden dióéjban. Illetve megtér kereszténynek? Azért ezt nyitva hagyja. Én olvastam a könyvet is, igaz, nagyon régen, de én úgy emlékszem, hogy ezt úgy nyitva hagyja a sztori, hogy megtér kereszte. Találkozik Jézussal, és azt a film is kiemeli, hogy az valami nagyon megrázó találkozás, de nem lesz keresztény Ben Hur. Igazából a Jézus sztori ott csak a háttérbe megy. Megtérés pillanatában véget ér a film, de keresztény lesz. Tehát minden okunk megvan arra, hogy azt feltételezzük, Tehát nyitva hagyja azért a... Igen. Egyébként George Lucas a Phantom Menace című filmben, amivel kapcsolatban megfigyeltük, hogy nincs benne fantom, és egyáltalán nem is megy sehova. Tehát hogy ez legalábbis egy nagyon nagy baromság a Lucas részéről, de nem ez az egyetlen baromság azzal a filmmel kapcsolatban. Többek között az, hogy újra legyártotta a nagy kocsi viadalt, ugye, amelyben a kiskölyök, az 5 éves kiskölyöknek kell nyerni, tehát a Júda Ben Hur, vagyis Charlton Heston szerepében az 5 éves kisgyerek, akiben csak úgy dúlnak a midoklóriánok, hogy ő aztán őt szétcsapja az energy, és természetesen legyőzi az abban a filmben aktuális ilyen űrmesszálát. Anakin Skywalker. Igen, a kicsi. A gyerek Anakin Skywalker. Kevés olyan filmet ismerünk, amely a Kölyök Klub menühöz készült, tehát amely nem arról beszélünk, hogy a filmhez készült a Kölyök Klub menü, hanem a Kölyök Klub, már készen lévő Kölyök Klub menühöz készült egy film. Teljesen tudatos, hogy a Ben Hurtól
lopta? Teljesen nyilvánvalóan a Ben-Hurról lopta, a külsőségeiben. De az a poém, hogy az Anakin Skywalker és az anyja rabszolgák, és ha azt az űrlényt megnézzük, akiknél rabszolgák, az egy antiszemita karikatúrából került elő, tehát az a kereskedő, nagy, kompós orrú. Az annyira keményen antiszemita gesztus az a csávó, az a kereskedő, amelyik rabszolga, gyakorlatilag ő a rabszolgatartója a kicsi Anakinnak. Aki csak a pénzérdeki, meg tudunk állapodni. A legsötétebb potros, antiszemita karikatúráknak potros, a szereplője. Igen, húsos, karvajorú. És mondjuk, Lukásztól vártuk volna ezt a legkevésbé. És gyáva is. Az ordinári, ocsmány, undorító, sztereotíp szemétséget, amit ott előad, de tényleg. Tehát, hogy így, de ez Amerikában hogy tudta megcsinálni? Úgyhogy ő George Lucas. Más tippem erre nincsen. Bárki más csinálta volna, meg letörték volna a derekát, fogalmazzunk. Ugye? Nem tudok már, tehát, hogy egy George Lucas ezt már megteheti. Aha, Spielberg aha. Jó barátja. Más én erre nem tudok mondani. Ha láttátok a filmet, és láttátok a Phantom Menace című filmben azt az űr, ilyen szárnyakon repülő, ilyen tömzsik is, rettentő kampósorruk is, kabzsi kereskedő genyát, amelyik az Anakin Skywalkernek, a kisgyerek Anakinnak a rabszolgatartó ura, a minden zsidó sztereotípiát a személyében egyesít. A Der Stürmerből ollóztak ki. Ha nektek a Jutzus személyesen, hogyha van tippetek arra, hogy vajon hogy csinálhatta meg ezt, hogy lehetett ehhez pofája, és hogy onnan szerezte magának az alapot, vagy a lehetőséget, egyáltalán az erkölcsi jogosítványt ehhez a George Lucas, akkor azt írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek, a 0629986986 című filmre. A Ben-Hur mindenképpen egy érdekes film, ugyanis meghal benne az óember, eszme és történeti értelemben. Az új ember. És megszületik az új ember. Hát ez már a keresztény mítosz. Igen, de az utolsó percig zsidó. Az utolsó percig zsidó mítosz. És az utolsó, tulajdonképpen az emberiség megváltás története, a alászállás a mélységek mélyére, onnan való feltámadásnak a lehetősége megcsillan, a föltörés a csúcsok csúcsának a küszöbéig. És azért zsidó, mert hogy e világon belül. Igen, igen. E világon belül. Pontosan. Egy világi megváltás karrier. Igen, pontosan. Ebben más a zsidó messianizmus a keresztény. Na pontosan. És ott az elbukás, mert az isteni segítség hiányában a bukásnak a lehetősége, majd pedig a megtérés és a kegyelem és a mennyek országa. Tehát ahogyan a zsidó... És befejeződik az új szövetség, és megkezdődik az új szövetség. Tehát tényleg egy nagyon nagy ívű, egy kalandfilmnek látszó megváltás történet, vagy egy ilyen, egy nagyon komplex darab egyébként a Ben-Hur, és érdemes a megtekintés. Azt gondolom, egy jó filmről beszélünk a Ben-Hur esetében. Így van. A toplista mai 6. helyezettje. A velencei kalmár. Antiszemitáknak csak a velencei kajmán, ugye? Köztudottan. Al Pacinoval a főszerepben, és Jeremy Ironszal, és Joseph Fiennes-szal, és még annyi kiváló színésszel. Ez a velencei kalmár, ez a Shakespeare életműnek a legproblematikusabb, vagy hogy fogalmazzak. Ami Izraelben be is van tiltva. Izraelben betiltották. Ez a leginkább kétségbe vont Shakespeare darab, a Shakespeare életműből. Mert ugye miről szól? Ebbe van Shylockról, a zsidó uzsorásról szól, aki az ő kirekesztettsége és az ő száműzöttsége és az ő kényszerű megaláztatása a kvázi apartheid miatt, ami a középkori Velencében működött. Európában mondjuk így. Hát igen. Fölszívta magát nagyon. És a legrosszabb tulajdonságai jöttek egy elő. Egy igaz jó szövetségi bosszúra, a szemet szemért, fogat fogért elvéből fakadó bosszúra. De nem harcosként, hanem kereskedőként, ami különösen visszataszítóvá teszi az alakját. Igen. Tehát ez a Shylock típus, ez mindig is a klasszikus antiszemita karikatúráknak, nem csak a rajzbeli karikatúrákra gondolok, hanem a jellemleírásoknak is az egyik ősképe, ugye? Mm. Tehát milyen figura ez a Shylock? Mit akar ez, ugye? Mi az egy font húsos sztorit röviden. Na, az egy font húsos sztori az arról szól, hogy az Antonio az tartozik neki. Mégpedig hát elég sok pénzzel, mert hogy ő hitelt vett fel, és a hitelt nem tudja letörleszteni, mert a hajói azok megsemmisültek a viharban, és ezért aztán az Antonio tönkre ment. És a Shylock az pedig követeli az ő jussát, de nem pénzben, hanem egy font húsban, mert hogy ez volt a
az alku. És az egy font húst, azt Antonióból vághatja ki. Márpedig, ha ő egy font húst kivág Antonióból bárhol, akkor Antonió biztos, hogy elvérzik, tehát kvázi Antonió életét kéri cserébe. És pedig azért, mert hogy hát ez egy bonyolult és szövevényes történet, az ő lányát a keresztény srác elcsábította, és ezért aztán égtelen bosszúra szomjazik a Shylock, és ezért akarja ő ezt az egy font húst elsősorban. Itt is az Ószövetség és az Új Szövetség találkozása zajlik. Igazából azt lehet mondani, hogy ez a dráma, ez szerintem egy nagyon erős darab, és egyáltalán nem olyan sztereotíp, mint amilyen sztereotípnak nagyon sokan megpróbálják beállítani. És főleg nem 20. századi értelembe vett antiszemita. És ha olyan antiszemita lenne, akkor ezt a filmet, ezt az Al Pacino-nak, a Jeremy Irons-nak, meg a Joseph Fiennes-nak a főszereplésével soha nem filmesítették volna meg. Na, maradjunk ennyiben. Igen. Tehát ebben a filmben a Shylocknak a karaktere az nagyon-nagyon jól meg van magyarázva, és nagyon is meg jól van értelmezve, és egyáltalán nem arról van szó, hogy ez a zsidókat jellemezné, ez Shylockot jellemzi, aki a gyűlöletnek a évtizedes nyomása alatt, és a kirekesztettségnek az évtizedes nyomása alatt megkeseredett, ugye. Van Shylocknak Bocsánat, az Ószövetség kontra a Új Szövetség jelenik ebbe meg. Hát, hogy mondjam, hogy a kereszténység lenne a zsidóknak a megváltás. Igen, ez a Shakespeare-nek a végső mondani. Igen. Az ő világa az nem a kegyelemből fakad, hanem az igazságból fakad. Ugye itt az igazság kontra kegyelem. De az embertelen igazságról van szó. Hát az Ószövetség. Hát igen. A Hammurapi féle, mert ugye hát az, honnan igen. vették a mintát. Bizonyos értelemben. Na most itt a konfliktus az alapvetően az, hogy az Al Pacino a Shylocknak a szerepében képes-e belépni az Új Szövetségbe, vagy nem képes erre, nem képes ezt a lépést megtenni. És tulajdonképpen erről szól, hogy ő nem nagyon képes ezt a kaput átlépni, és a fontos kérdése a drámának, ami tulajdonképpen nyitva marad, hogy át lehet-e kényszeríteni valakit ezen a kapun, vagy sem, meg lehet-e váltani valakit, úgymond erőnek erejével, vagy sem, és hogy lehet-e kegyelme gyakorolni, tehát hogy itt a filmnek a vége az a kegyelem jegyében zajlik, nem pedig a bosszúnak a jegyében. Így van. És ez fontos. Még fontos talán annyit, hogyha valaki olvasta Walter Scott Ivanhoe című regényét, és abból készült filmet, ott az izsák zsidó és annak a lánya, az tulajdonképpen ennek a félig meddig a parafrázisa, vagyis Shakespeare-től vette ezeket a figurákat Walter Scott. Ez még mindig a Hétmesterlövésze, kedves hallgatók. Folytatjuk azt a bizonyos listát, amely a zsidó témájú filmeket tartalmazza, még pedig azok közül a legfontosabbakat. 0629986986 az SMS számunk, amin hozzánk lehet szólni. Tegyétek meg, legyetek szívesek. Puzsé Robertet és Farkas Attila Mártont hallhatjátok itt a Rádió Cafén 98.6-os frekvencián. Kaptunk is SMS-eket, hadd olvassak néhányat. FAM nem a Le Petit Jeruzsálem című filmet keresi, a Kis Jeruzsálem, a szigorú család, amelyből a húg ki akar lépni, de azt hiszem más is meginog. Nem tudom a címét, mondom, mert nem az elejétől láttam. Lehet, hogy erről beszélünk. De lehetséges, ez egy izraeli film, ortodox zsidó közösségbe játszódik, és a nővér meghal a végén, azt tudom. Egy nagyon-nagyon szomorú film. Hát köszönöm szépen az információt. Egy rendkívül nyomasztó filmet kell elképzelni. Sziasztok! 2010 első vasárnapjainak is fénypontja a műsor. Mármint vasárnapjának is fénypontja a műsor. Nem tudom, benne lesz a listában, de ajánlom figyelmetekbe a 2003-as Rásef Kitangót, írja nekünk Zsuzsi. Köszönjük. Hát köszönjük szépen, nincs benne a listán. Ahogy egyébként nagyon sok más érdemes film, például izraeli film nincs a listánkon. Uh-huh. Mert egyrészt, most én például gondolkodtam a libanoni keringőn, de az háborús pszichózisról szól, és hát mondjuk a Libanon bombázása, Beirut bombázásáról, meg elfojtott emlékekről, stb., de nem kifejezetten zsidó témájú. Tehát zsidók az agresszorok ugyan, tehát zsidóknak egy ilyen vietnámi komplexuma, stb., de nem a zsidóságról szól. Sziasztok, boldog új évet kívánok nektek!
Lehet, hogy nem sikerült teljesen idomulnom a kérdéshez, de két vígjáték jutott az eszembe, Jákob rabbi kalandjai és rabbi a vadnyugaton. Tényleg? Hát a Brian élete az nem jutott eszedbe erről a témáról mindjárt. De, de az más, az, az nem, ezért nem, nem arról. Júdea felszabadító front. Júdea népe front. Vagy a júdeai nemzeti front? Júdeai nemzeti front. Egyébként a rabbi a vadnyugaton. Na, az egy nagyon érdekes, bizarr, furcsa film. Egyébként szerintem rendkívül rossz film, de különleges, film különlegesség, úgyhogy köszönöm szépen. Én teljesen elfeledkeztem. Azt hiszem 20 évvel ezelőtt láttam a tévébe, teljesen elfeledkeztem róla. Köszönöm az SMS írónak. Ti miket olvastok, hogy ilyeneket tudtok a vallásokról? Amúgy meg országos adón kéne sugározni titeket, írja nekünk M. Jaj, de ugyan kérem, mi nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy egyáltalán hallotok minket, és nagyon örülünk. Sziasztok, kis pontosítás, Sziszit nem lelőtték, hanem leszúrták. Ja, bocsánat, így van. Teljesen tudatalatti volt. Az anarchisták, hogy általában bombát dobtak meg lőnek, ezért jött előbb. Igen, leszúrták. A velencei kalmárról beszélgessünk még egy picikét. A velencei kalmár az egy egyáltalán nem sztereotíp antiszemita pamflet, bármennyire is tiltják Izraelben. Az biztos, hogy keresztény szemszögből mutatja meg a zsidóságot, mint a kereszténységnek az előfokát, és az is biztos, hogy üdvtörténetileg pesszimista a zsidókkal kapcsolatban, mondván, hogy a megbocsájtás az neki náluk nem egy vallási erény. És azt a humanizmus, ami egy 20. századi szellemtörténeti áramlat, az a zsidóságnak, meg a zsidóknak úgy általában véve... Na bocsánat, a reneszánszban is volt ilyen, hogy humanizmus. Az más jelentett, az humanizmus. Én a Thomas Manni értelemben, nem a petrarkai értelemben, mert humanizmusról beszélek. Igen. Tehát a 20. századi humanizmus az egy nagyon erős keresztény hatás, most fogalmazunk akkor így, egy erős keresztény hatás gyakorolt a zsidóknak a szemléletére is, és egy tulajdonképpen globalizálta a nyugati embernek a szemléletmódját. Ezért mai szemmel nem lehet tekinteni a velencei kalmárra, vagy mai értékrenddel, vagy a zsidókkal kapcsolatos mai gondolkodásmódot nem érdemes, vagy nem szabad visszavetíteni, hanem az akkori emberképre, az akkori embernek a szemléletére kell alkalmazni azt, ami abban a filmben, amely a 2004-ben, 138 percben az Al Pacinónak a főszereplésével zajlik. Mindazt, amit Shylocktól, vagy Antoniótól, vagy Bassaniótól látunk. Tehát, hogy ott a kereszténység, a keresztény embereknek az új szövetségből fakad az erkölcse, a zsidóknak pedig az ószövetségből fakad az erkölcse. Nem, tehát, hogy mondjam, az nem modern emberekről beszélünk, hanem középkori emberekről Ennek kapcsán hagyd mondjak el valamit. Egy baromi érdekes sztori, rövid leszek, de ide tartozik. Volt egy ilyen karikatúra magazin, tehát egy ilyen Ludas Matyihoz hasonló magazin a Század előtt, hogy Borszem Jankó. És tele van zsidó viccekkel és zsidó karikatúrákkal. Noha Ágai Adolf a főszerkesztő és tulajdonos zsidó volt, és a rajzolók többsége zsidó volt, és ez liberális, kifejezetten liberális folyóirat volt. És látta egy ismerősöm, és azt mondja, hogy te jóságos Isten, micsoda antiszemita karikatúrák, ez a holokauszt előzménye. Ugye? Na. Mert nem a monarchia korabeli hangulatot és kultúrát vette alapul, hanem a holokauszt utáni... Ilyen történelmietlenül nem lehet hozzáállni, tehát nem lehet visszavetíteni. Ez a holokausznak a következménye. Tehát a holokauszt következménye az, hogy ma már nem tudunk visszavetülni. Azt lehet mondani, hogy Adorno mondta, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Hogy Auschwitz meg a holokauszt az mindent megváltoztatott. Az embernek, hogy mondjam, olyan mértékben terhelte meg ezt a témát, olyan mértékben terhelte meg visszamenőleg a velencei kalmár című darabot, hogy gyakorlatilag generációknak kell felnőni és meghalni ahhoz, hogy ezt a dolgot ezt ki lehessen hordani. Na, erre mondják egyébként az antiszemita összeesküvés elméletek, hogy ezért van szükség holokauszt legendára, hogy ne lehessen tabúval beszélni, hogy lehessen minden. Annyira terhelt a téma, hogy mindig lehet csavarni rajta egyet, és még az is gyanús, ami nem gyanús. Szóval itt a Shylocknak a karaktere nagyon jól fel van építve. Ott van például az a nagyon híres monológia, amikor arról beszél, hogy miben különbözünk mi tőletek. Ha minket megszúrnak, mi nem vérzünk-e? Hogyha belénk, nem tudom én, vágnak, akkor mi nekünk nem fáj. És ez mutatja Shakespeare hihetetlen finomságát.
Hát pontosan. Tehát, hogy mennyire nem az a fajta durva. Pontosan. Csak hogy ő a frusztrációját, a szorongását, a keserűségét nem tudja máshogyan kinyilvánítani, nem tudja máshogyan megélni, csak ószövetségi módon, mert neki az a hagyománya, az a kultúrája. És mi a történetnek a vége, hogy amikor jön egy jogász, aki ért a joghoz, és Shylock ellen fordítja a saját érvelését és a saját alkuját, akkor nem az a megoldás, hogy akkor Shylockból kell egy font húst kiválni, hanem hogy Shylock igenis megmaradhat, de át kell térnie, tehát keresztényé kell válnia. És aztán az, hogy ez sikerül-e vagy sem, tehát hogy Shylockból lehet-e keresztény, tehát hogy ilyen módon, tehát hogy, hogy egy választás is egy vállalás, vagy pedig egy kényszer is lehet az útja az új ember megszületésének, ez a Velencei Kalmárban nyitva marad, ez a kérdés. Minden esetre én úgy gondolom, hogy egy a Shakespeare életműhöz mindenképpen méltó darabról beszélünk a Velencei Kalmár esetében, és hogy a Velencei Kalmár című drámához egy mindenféleképpen méltó feldolgozásról beszélünk, Michael Redford filmje esetében, amelyben Al Pacino, Jeremy Irons és Joseph Fiennes játszák a főszerepet. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Ez pedig a Tűzszekerek című film, amely hát talán az egyik legjobb film, amely a zsidóságnak, a zsidóság asszimilációjának a meglehetősen terhelt és neurotikus 20. századi valóságáról szól. Egy hatalmas film a Tűzszekerek, egy brilliáns film a Tűzszekerek. Én már is elnézést kérek, emlékszem, láttam régen, és nekem nagyon uncsi volt, és alig emlékszem rá. Igen, igazából egy zseniális filmről beszélünk a Tűzszekerek esetében. Nagyon angol film, az az igazság. Nagyon, tehát a minden külsőségében nagyon angol. Egy angol filmdráma, teljesen ismeretlen készítőkkel és szereplőkkel. A Vangelis az egyetlen ismert készítője a filmnek, ugye a zeneszerző, akinek a előbb hallhattátok. Hugh Hudson, a rendező, egyébként a többszörös Cannes, Oscar, Golden Globe és egyéb díjas filmről beszélünk, mindent megnyert a film, amit létezik. Ben Cross játsza a főszerepet, Harold Abrahamsnek a szerepét, és Ian Charson játsza Eric Liddell-nek, a teljesen ismeretlen angol színészek. Ugye Eric Liddell a nonkonformista, nagyon vallásos skót lelkész, aki Isten dicsőségére fut, és Harold Abrahams pedig a professzionális, az első profi, tulajdonképpen az atlétika sportág első professzionális versenyzője, aki pedig a zsidósága elől fut, vagy az asszimilációjáért fut, vagy hogy fogalmazzak, azért fut, hogy ő nyerje meg Angliának az aranyat az olimpián, hogy a keresztények, a keresztény britek kénytelenek legyenek egy zsidónak tapsolni. De ha veszít, akkor jaj. Akkor jaj, mert akkor azzal mit igazolt, ha elbukik, azzal azt igazolta, hogy nem válhat igazi angolá. Ő neki kétszeresen, háromszorosan, ötszörösen, 15-szörösen annyira kell angolnak lenni, mert ő azt mondta, hogy ő félig emancipáltnak tekinti magát, az azt jelenti, hogy leengedik őt a folyóhoz, a anyájjal együtt, de inni nem engedik a folyóból. Tehát meg a külsőségei, a látszata, az megvan annak, hogy ő asszimilált, de amikor kezet fog valakivel, elhangzik a filmben, érzem az elutasítást egy készfogásban. A kicsi, a pöti perception kirekesztettsége, amikor a társasági spleennek a szintjén elfogadott vagy, de ahogy elfordulsz, szinte látod, szinte érzékeled, hogy a hátad mögött összenéznek. És ez olyan erőket szabadít fel belőled, amelyek legyőzhetetlenné tesznek téged. Igazából ez egy nagyon másfajta antiszemitizmus, amivel a Harold Abraham szembesül. Ezt nevezik úgynevezett felülnézeti antiszemitizmusnak. Igen, igen. Ez a klasszikus európai antiszemitizmus. Nem az a kispolgári antiszemitizmus. Az alulnézeti, ott a zsidó egy fent van, az egy démonikus, rémség. Itt pedig lenézik, szimplán lenézik. Hülye kis zsidó. Ez a hozzáállás. Parvenu. Igen. Ez a parvenu. Igen, igen, igen. Igen. Szóval ez másfajta, igazából ez az antiszemitizmus sose vezetett volna a holokauszthoz. Mint ahogy soha nem is vezetett volna. Ez volt a középkor, ez volt tulajdonképpen a középkor és az újkori európai, az arisztokrata udvarok lakása. Azt lehet mondani, hogy ez a nem is nevezném egyébként antiszemitizmusnak, mert ez a fajta lenézés a másfajta társadalmi osztályok tagjainak is hiótat, nem csak a zsidóknak. A parasztnak még sokkal inkább. Hát még sokkal inkább, persze. Na most ő ez elől menekül, és ide aztán
bevásárolni se tudtad magad. Tehát ezekbe az osztályokba, a lenéző osztályokba nem nagyon lehet, oda nem is nagyon lehetett bekerülni. És Anglia egy nagyon hagyományos, egy nagyon tradicionális társadalom. Ennek egyébként egy durvább, már igazából antiszemitább verziója, de mégis hasonló a szituáció, a Napfény ízének az a középső jelenete, ami a vívó bajnokról szól, aki szintén ugye kijutott a berlini olimpiára, és ugye ott Sorsnak nevezik, tehát ez egy képzelt figura, de létezett Magyarországon ilyen, és ott is, ahogy a vívóklubba nem akarják befogadni, és iszonyú erőket szabadít fel benne, és hát ugye sokan láttátok, vagy emlékeztek rá. Itt van a filmben Ian Holm, aki Sam, na tényleg Ian Holm az egy ismert színész ebben a filmben, igen. Igen, Sam Massabinit játsza, félig arab, félig olasz figurát, aki hát legalább annyira lenézett figura, legalább annyira párvenű az angol uralkodó osztálynak a körében. Azt kell tudni, hogy ő egy Cambridge-i diákról van szó a Harold Abrahamnek az esetében. Tehát ő a legfelső osztályhoz tartozónak szeretné magát tudni. És hát itt az arab, félig olasz Sam Massabini és a zsidó Harold Abrahams szövetségéből jön létre az új világ, amelyben nem a felemelt fővel való vesztés a dicsőség, hanem az izzadságszagú győzelem. Tehát ez itt egy új szemlélet, egy új világ születik bizonyos értelemben. A Anglia amerikanizálódásának a szimbóluma. Vagy ez hát Anglia kezd veszíteni abból a gőgből, abból a felsőbbrendűségből, vagy inkább kezd széthullani a brit világbirodalom. Kezd széthullani a brit világbirodalom, és ez együtt jár nyilván azzal. Jön a multikulti, és már... Jön a zsidó olimpiai bajnok, akinek kénytelenek vagyunk tapsolni, hiszen a brit színeknek szerez aranyat. Ugye az már hagyján, tehát már eljutottunk oda, hogy a pakisztáni negyedben megvertek brit veteránt. Na hát igen, hát ide vezetett ez, amikor mindenféle Harold Abrahamsek aranyokat nyertek Angliának, na hát kérem. Szóval, beszéljünk egy kicsit az antiszemitizmusról most itt Harold Abrahamsnek a kapcsán. Egyrészt, már megkülönböztettük a két alapvető típusát. Igen. Mik az antiszemitizmusnak a fontosabb elemei, a fontosabb hivatkozása? A felülnézeti alapjai? Vagy az alulnézeti? Mert az igazság, hogy ma, amit antiszemitizmusnak nevezünk, az az alulnézeti, az az úgynevezett alulnézeti antiszemitizmus. Azt gondolom, hogy elsőrendűen arra vonatkozik, hogy ők a kiválasztottak, ők kiválasztottaknak tartják magukat. Mire hordják olyan fönn az orrukat, hogy ők tartják magukat? És akkor aztán ebből született az, hogy ti gondoljátok magatokra azt, hogy ti vagytok a kiválasztottak? És megfordult az egész gondolkodás, nem ti vagytok, mi vagyunk, és megszületett a nácizmus. Mint negatív judaizmus. Mint negatív judaizmus, ki a kiválasztott nép? Éppen ellenkezőleg, éppen akiről azt hirdetitek, hogy a kiválasztott nép a zsidó, az az alsóbrendű nép, és éppen akivel kapcsolatban azt gondoljátok, hogy az Istentől idegen, és egy nem kiválasztott, az pedig az ária nép, az az ária faj, amely a felsőbbrendű. Tulajdonképpen bizonyos értelemben a judaizmus termelte ki a nácizmust. Mégis óva intenék mindenkit attól, hogy a kettőt egy lapon említse. Ugyanis a judaizmus esetében semmi másról nem beszélünk, mint egy törzsi vallásnak az eleméről. Egy nagyon fontos eleméről. Minden törzsi vallásnak a kiválasztott népnek a mítosza az egy eleme volt. Minden létező törzsi vallásnak. Nem létezett olyan törzsi vallás többek mindenki között. Mindenki magát tartotta. A magyarságnak a törzsi vallásossága sem volt különböző ettől. Tehát az a fajta totemizmus, az a fajta sámánizmus, amelyet a honfoglaló magyarok vallottak, az sem különbözött ettől. Minden létező törzsi vallásnak az alapja volt az, hogy az adott törzs saját magát tekinti az Isten kiválasztott népének. Itt a különbség az csak az, ráadásul hogy a saját Istenek kiválasztott népének azért a kiválasztottság azt jelenti, hogy van egy saját Isten, ami segítő. Na, itt Jahvénak hívjuk a zsidók esetében. Na most a különbség az pusztán az, hogy a zsidók azok fennmaradtak. Tehát, hogy az összes többi törzsi vallás az eltűnt, beolvadt, megszűnt, fölvette a maga keresztény arculatát, és bizonyos kulturális sajátosságokban fennmaradt, de mint vallás beolvadt. Ebben látod az antiszemitizmusokat? A zsidó vallás pedig fennmaradt. És aztán ezzel szembesült a modern Európa, és a modern Európának ez a kispolgári, szélsőségesen antiszemita söpredéke kitermelte a nácizmust, mint egy modern választ erre. Csak hogy hát történelmileg több évezredre visszavezetni. Honnan vették a mintákat? Hát a hinduktól. Többek között a hinduktól. Hát, na jó, hát meg a judaizmus. És talán nem véletlenül lép a hinduktól. Hát világos, persze. Itt a hinduknak, meg a hindúságnak, meg a zsidóságnak, és akkor hozzáteszem, hogy a kettő messianizmusának, a kereszténységnek, illetve a buddhizmusnak a megfeleltetése az kézenfekvő. Igen. Na, aztán mi még a fontos elem? Az istengyilkosokra való hivatkozás, ugye?
ez a nagyon fontos elem az antiszemitizmus. Hát az a középkori. Azért ez... Miért is ez szerinted ma még nem él? Vagy ma már nem él? Tehát szerinted ez a hivatkozás, hogy az Isten, akik megölték szerintem Jézust, Magyarországon. Akiknek a kezén... Szerintem mondjuk Moldovába, meg Magyarország egyes helyei, meg Oroszországban. Nem elég az nekünk Magyarországon? Most jó, de nem Európában, ahol mi élünk, hanem ott Magyarországon, ugye? Szóval... ez az érvelés, hogy Isten gyilkos, a könyörgöm. Jó, de akkor Jézus esetében egy reformrabiról beszélünk. Belesütötték a vérét a keresztény szűznek, meg gyereknek a pászkába, ugye, Tiszaeszláról is. Készült egyébként két film is, az egyik egy avantgárd film, a másik meg egy játékfilm. Na jó, de hát reagáljunk egy pillanatra. Tehát lássuk be azt, hogy Jézus esetében egy reformrabiról beszélünk. De jó, de most hagyjuk a kereszténységet. Maradjunk abban. Térjünk vissza az antiszemitizmusra. Van két baromi érdekes freudi, ami nem biztos, hogy jó, meg nem biztos, hogy igaz, de szellemes legalábbis. Freud, ugye, aki maga is zsidó volt, azt írja, hogy szerinte az egyik a körülmetélés, ami a kasztráció egyik szimbóluma, és ilyen rettenetessé teszi ezt a vallást. A másik pedig, na jó, ez inkább vicces, viszont mond egy baromi érdekeset, hogy mond egy nagyon érdekes dolgot, hogy az európai népek, akiket erőszakosan térítettek meg kereszténynek, és vették el az ősi törzsi vallásukat, és vele az ősi törzsi életkedvüket, és vitalitásukat, és kényszerítették bele őket a kereszténységbe, ezt a kereszténység atyán, a zsidóságon verik le. Tehát a saját megtérésüknek a traumáját. Na ez például egy baromi érdekes, egy nagyon érdekes elmélet. Jó, csak én egyáltalán, én ezt az istengyilkosok érvelést nem értem egyáltalán, mikor az egész Biblia az egy zsidó. De ennek most mi köze az istengyilkosokhoz? Most mondtam egy nagyon érdekes antiszemita. Köszönjük szépen, mindenki hallotta. De nagyon szerintem hálásak vagyunk az istengyilkosok az egy huszadlagos. Ajde, hogy huszadlagos. A középkori Európában, igen, de ma már szerintem hülyeség erről beszélni akár. Hogy Jézus vére szárad a kezükön? Hát ezt ma már szerintem egyetlen komoly antiszemita nem gondolja, nem ebben gondolkodik, sokkal inkább olyanba, hogy a zsidóság, meg a szabadkőművesség, meg összeesküvés, meg a bankok az övéké, meg az értelmiségi állásokban való túlságosan. Hát ilyenek. Nagyfokú reprezentáció. Igen. Most nem szabad elfelejteni. A pénz és a média, meg a hatalom birtokosai, meg összeesküdnek. Hol a francban jelenik meg a mai antiszemita toposzokban a Krisztus gyilkosa? Jó, ez akkor is hozzátartozik az antiszemitizmusnak a lélekrajzához. Hát de miért? De hogy él ez tovább? Hát én azt gondolom, hogy ez egy fontos toposz. Te azt gondolod, hogy nem? Én azt gondolom, hogy ennek már lejárt az ideje régen. Fontos, hogy megemlítsük egyébként, hogy a zsidóknak a középkorban nem lehetett földjük. És mivel nem lehetett földjük, ezért aztán vagy kereskedtek, vagy értelmiségi pályára mentek. Tehát igazából az ő számukra bizonyos értelemben az egy kényszer volt, amit aztán később úgy állítottak be, minthogyha ez egy választás lett volna, vagy egy tudatos döntés lett volna, hogy ők az értelmiségi pályák felé mozdultak el. Igazából az értelmiségi pályákon való túlreprezentáltságuk. Általában azt szokták mondani, hogy a zsidók túlreprezentáltak a médiában, meg az egyéb gazdaságban, meg a döntéshozatali pozíciókban. Azt kell tudni, hogy a zsidók minden egyéb értelmiségi pályán túlreprezentáltak az országos számarányukhoz képest. Az orvosi pályákon is túlreprezentáltak, amik egyáltalán nem jól fizetett állások. Például a pedagógusi pályákon is túlreprezentáltak, amik szintén nem jól fizetett állások. Tehát itt az értelmiségi pályákon... Mindenki tudott írni és olvasni akkor, amikor Magyarországon a többség jobbágy volt, és nem tudott írni és olvasni. Tehát ezen azért nagyon nem lehet csodálkozni. De hogyha vannak még egyéb antiszemita toposzok, vagy közhelyek, vagy sztereotípiák, amelyek azt gondoljátok, hogy kitárgyalásra méltóak, akkor írjátok meg nekünk, legyetek szívesek, a 0629 986 986. Ez jutott eszünkbe a tűzszekerekről. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Egy Woody Allen filmről beszélünk a negyedik helyezet esetében, mégpedig az Élik című filmről, amely... ha egy nem zsidó csinál, akkor egy botrányfilm. Egy fekete-fehér vígjáték 1983-ból, a Woody Allennek már a Mia Farrow korszakából származik, amikor éppen Mia Farrowzott, akkor a Mia Farrow játszott az összes női szerepet mellette. Dr. Eudora Fletchert játsza, Leonard Zelig pszichiáterét és később feleségét,
aki hát kezeli ezt a nagyon furcsa, groteszk módon beteg figurát, Leonard Zeliget, aki mindig átváltozik éppen azzal, akiknek a környezetében kell lennie, mert hogy igazából semmi... De pillanatról pillanatra. Semmi identitása nincsen. Na hát ez konkrétan és tételesen arról a zsidó karakterről szól, aki a diaszpórában él, és a diaszpórában asszimilálódik. Tehát... És sehova nem tartozik. Abszolút sehova nem tartozik, nincsen identitása, teljesen gyökértelen, és... És fölveszi a környezetének a külalakját. Tulajdonképpen tökéletes... Kaméleon ember. Mimikri. A mimikri, amit a természetben úgy hívunk, hogy mimikri. Hát a kaméleon, aki innek igazából nincs saját színe, hanem a színét az mindig a környezetének megfelelően változtatja. Igazából azt kell tudni, hogy a film után már a filmet megelőzően is léteztek ezek a betegek, csak nem nagyon tudták őket diagnosztizálni, és ahogy megszületett a film, hirtelen elkezdték tudni diagnosztizálni ezeket a betegeket, és megszületett az élig effektus a pszichológiában, egy tünetegyüttesnek a neve, konkrétan egy betegségnek a neve, ez az élig effektus, amelyet Woody Allen talált ki, igazából egy Woody Allen filmből született, és rengeteg élig effektussal diagnosztizált beteget sikerült azóta már felmutatni a pszichológia tudományának, és jó párat sikerült meg is gyógyítani közülük. Egyébként nem ez az egyetlen példa, ugyanis a jiddise máme, az ugye a klasszikusan zsidó anya, általában fiúgyermeknek a zsarnok anyja, az egyszülött fiúgyermekkel a klasszikus, és azt kell tudni, hogy nagyon sok esetben beszélünk olyan jiddise máméről, aki egyáltalán nem is zsidó. Nem kell hozzá zsidónak lenni, persze. Ez egy pszichológiai tünet együttes. Pont ugye, hogy zélig effektusban is rengeteg olyan ember szenved, aki egyáltalán nem is zsidó. Tehát itt arról van szó, hogy ez egy kifejezetten a zsidókra jellemző tünetegyüttes. Mégis azt gondolom, hogy egy nagyon erőteljes zsidó sztereotípiát sikerült felmutatnia igen, a Woody Allennek ebben a filmben. Zseniális film. Egyébként brilliáns film, egy áldokumentum film. Tehát olyan, mint a Fogdapénz és Hús. Mint a Fogdapénz és Hús, csak az a különbség, hogy a Fogdapénz és Hús az 1969-es talán legelső, azt hiszem a legelső filmje a Woody Allennek. Talán még nem is ő rendezte, csak játszik benne, vagy azt már ő rendezte, de... Nem, vannak neki korábbi filmjeid, most mindegy, hagyjuk. Hát a Banán köztársaság, meg egyebek. Én úgy tudom, hogy az a legelső filmje. De na majd ennek is, hogy jól utána járunk. Minden esetre az 1983-as Zélig, az a Woody Allennek az egyik nagyon-nagyon fontos filmje, és a zsidóságról egy nagyon erős karikatúrát ad. Azt gondolom, hogy kíméletlen. A hát főleg, amikor nácik között is megjelenik Zélig eszáll barna egyenruhába. Hitlernek a beszédét botrányba fullasztja. Igazából kicsit hasonló a film, mint a Forrest Gump. A 20. század fontos történelmi eseményeinek a fordulópontja mindig valahol feltűnik Zélig, és ott mellette, ott például Adolf Hitler, de hát nem is ez az egyetlen eset ebben a filmben. Egy kiváló filmről van szó 1983-ból. Ez a negyedik helyezett azon a listán, amely a zsidókról szóló filmeket tartalmazza. Nem holokauszt kontextusban. Számunkra való tetszési sorrendben, mely listán a 10. a Jentl, a 9. a 10 parancsolat, a 8. az Exodus, a 7. a Ben Hur, a 6. a Velencei Kalmár, az 5. a Tűzszekerek, a 4. pedig a Zélig. Már a dobogón a nap 3. helyezettje. Ez a hegedűs a háztetőn. Én imádom ezt, egyszerűen imádom, és ez a Sunrise Sunset, meg az ima, szombati ima, az egész hegedűs a háztetőn, az engem úgy tökön ragad ez az egész. Nekem igazából temetném a munkát, ugye, amit még Besenyei énekelt magyarul, nekem azt tetszik ebből. Csodálatos, ez minden musicaleknek a csúcsa. Hát én eleve magát a musical műfajt nem annyira kedvelem, hát mindegy. Ez zseniális, és a tartalma is. Beszéljünk arról, mert ugye ez a zsidó novellának a feldolgozása, a teljes ember. A hegedűs a háztetőn az a legkevésbé a zsidóságról szól. Igazából egy háttértörténetet ad a dolognak a zsidóság, meg a zsidóság üldöztetésének a sztoria, ahogyan elüldözik őket Anatevkából, és ahogyan keresztül üldözik őket a világon. Ez a modernitásnak a nagy harci szekeréről, hogy keresztül szántja a tradicionális társadalmakat, illetve a kisközösségeket, erről szól a dolog. Jaj, de szépen mondtad. Ez a film, ez a hagyományos értelemben vett élet, a tradicionális élet és a modernitás konfliktusáról szól.
a modernitásnak a megállíthatatlan folyamáról szól, igazából a felvilágosodásról szól, ahogyan a hagyományos értelemben, vagy a hagyományok. Tulajdonképpen át lehetne tenni mondjuk egy 19. századi alföldi református családba? Simán. Hogy mondjuk, mondom, hogy mondjuk először is az első lánya az öreg reformátusnak nem az apa által kijelölt, mit tudom én, gazdag paraszt gyere, református paraszt gyerekhez megy, hanem egy szegény református gyerekhez. Igen. A második lánya az már egy komcsihoz megy. Így van. A vagy harmadik, a harmadik vagy egy katolikushoz. Igen, a harmadik egy zsidóhoz. Na, ez körülbelül, igen. Hát igen, itt is ez van, történik. Így. Szerencsétlen tevének 5 lánya született és 0 fia. Már önmagában, ami miatt ő is hát eléggé el van keserve, legalább egy fiút. Na, de se baj, mert így is eléggé szereti a lányait. De hát aztán, ami történik, a legnagyobbik lányát hozzá szeretné adni a gazdag henteshez, helyette ő a szegény szabóhoz megy. Na hagyján. Holott hát már ezt még lenyeli. Ezt még nagy nehezen lenyeli, meg behazudja a feleségének, hogy álmot látott, stb. A második lánya az meg hozzá megy a komcsi tanítóhoz, na hát, és utána a komcsi tanítót azt meg száműzik Szibériába, és meg követi Szibériába, na hát az azért már tényleg több a soktál. A harmadik lánya meg keresztény gyerekhez megy. Gólyhoz. Na hát az viszont már kitagadja. Ezt látni se tudja. Aztán a végén egy fél szóval azért megbocsájt neki. Vagy legalábbis Isten áldását kéri rá, ami hát a bocsánatnak a jel. Hú, a szentimentalizmus, de valahogy nekem mégis teli találat. Tehát, hogy engem ez nagyon megtalál ez a film. Ez szerintem tényleg brilliáns. És azt lehet mondani, hogy a modernitásnak, meg a hagyománynak a találkozása igazából a tradícióról szól ez a film. És arról, hogy a tradíció szétesik, és mi marad utána, és mi tartja majd össze ezt az új világot. És amitől most szenvedünk, az a világ, az a talajtalanság, az a kilátástalanság, az mind a Hegedűs a háztetőn című musicalben omlik össze. Most úgy beszélsz, mint egy tradicionalista. Hát azért milyen tradíció ez, bocs, én nem éltem volna abba a tradícióba. Ja, és mi jött a legyek helyére? Akár református, katolikus vagy zsidó. És mi jött a helyére? Te együtt élsz a feleségeddel, ne haragudj. De most hogy jön ide? Hát így, pontosan erről hát beszélünk. Mi jött a helyére? Mi született a helyén? A fene tudja. Egy nagyon nagy összeomlás. Hát a te családod is szétcsúszott, miről beszélsz? És te nem szenvedsz ettől? Hát ez született a helyén. Na, micsoda képmutatás. Te jóságos Isten. Így aztán már sokkal kevésbé tréfás a téma. Sokkal kevésbé lehet tőle eltávolodni, csak úgy azt mondani, hogy az egy sötét világ volt, de most a szellem napvilágánál sütkérezhetünk, ugye ez egy egész. Igen, így gondolom. Szóval te optimista vagy az igazság, bár az az igazság, hogy nekem minden ősöm katolikus volt, és gyerekkoromban voltam első áldozó, stb. Tehát nekem azért az egy vidámabb. Valami a fene tudja, tehát mondjuk egy ortodox zsidó családba születni, az egy más tradíció, mint egy katolikus családba, hogy most angolnaként kisikoljak a kérdés személyes vonatkozásainak hálójából, hogy megint metaforát gyártsak. Na, szerintem pörgessük a témát. Egy valami biztos, hogy egy Hegedűs a háztetőn a nem holokauszt zsidó filmeknek a listáján a harmadik nálunk itt és most. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Volt egyszer egy Amerika című filmről beszélni. Na, ez kétszeresen filmkülönlegeség. Egyrészt Sergio Leone életművének a betetőzése. Úristen, valami 15 év telt el az utolsó filmjeise között a filmje között? Valami 15 éve keresztül készült erre a klasszikus, filmre? Meglátjuk benne a klasszikus, hagyományos Sergio Leone-i fogásokat, ugyanakkor túl is lép az egykori western filmeken. Hát ő azt lehet mondani, hogy ő az, aki átvezeti a western filmet a gangster filmbe. Az utolsó filmje, ez egy filmdráma. Az utolsó filmje az Egymarék Dinamit 1971-es, és 1984-ben, vagyis 13 éven keresztül várt arra, hogy elkészíthesse az utolsó filmjét. 13 év, képzeld el, egy filmet 13 éven keresztül álmodni, és írni, és csiszolni a fejedben, mire elkészíted. Elképzelem. Ez a film. Egy különleges témával állunk szembe, az amerikai zsidó gengszterek. Rengeteg gengszter filmet. Na ez nem sztereotípia. Rengeteg gengszter filmet és rengeteg maffia filmet látunk, többségében olaszokkal, kisebbségében, de szintén sok filmet írekkel, esetleg más nációkkal, mostanában kínaiakkal, latinokkal, stb. Na most ez a zsidó kelet-európai stetlekből kiszabadult, szerencsétlen, rongyos, nyomorult és többé-kevésbé törvénytelenül bűnözésből élő zsidók Amerikába emigrált, illetve migrált zsidóknak az életéről szól, és abból létrejövő karrierekkel. Ez valahol egyébként szerintem egy ilyen nagyon érdekes tabutörő
tabutörő téma, bár az az igazság, ez magyarul is megjelent egy szerzőnek a könyve, nem jut eszembe a szerző neve, valamilyen Cohen, azt hiszem, hogy kemény zsidók. És hogy erről az amerikai zsidó gangster világról számol be. Mi ezt Kelet-Európában nem nagyon ismerjük, ami egyébként baromi érdekes, hogy vajon miért nem ismerjük, mert miközben, hogyha valaki egy picit művelődött, és mondjuk olvas Ilf Petrovot, ugye a 12 szék meg más remek aranybórjú műveknek a szerzőpárosát, akkor onna az Oberon varázskürtje, azt hiszem abban az önéletrajzi regényből megtudhatja, hogy például Odessa a 20-as években szintén egy zsidó gengszerek által uralt város volt, ahol szintén ott pisztollyal, bicskával, géppuskával nyírták ki egymást ott a csempészek, meg a nem tudom, feketézők az utcán. Na ez senki nem tudja, aztán Sztálin leszámolt az egészen, legyalulták azt az egész világot. Na most ezt vitték át aztán Amerikába. Ha valaki látta egyébként a Formannak a Ragtime című filmét, ott is van egy ilyen zsidó szereplő, aki később egy ilyen filmes lesz, aki szintén ebből a közegből ment Amerikába. Szóval ez megint egy ilyen ismeretlen téma. És azt gondolnád, hogy itt a zsidók mindenféle írekkel, meg olaszokkal harcolnak, meg háborúznak ebben a filmben, szó sincs róla egymással. De azokkal is. Egymással, de lelövik az olaszokat is. Igazából ők a többségi társadalommal viaskodnak. De azt a sztereotípiát szokták alkalmazni a zsidókkal kapcsolatban, hogy miért nem tudnak ezek beilleszkedni. Miért nem tudnak, miért lógnak ki mindig, miért nem tudnak már beilleszkedni, miért nem tudnak asszimilálódni, miért büdös nekik a keresztény világ, meg a többségi társadalom. Azt kell észrevenni, hogy Amerikában az írekkel szemben is ez jelent meg. Hát ez pontosan ez a lényeg, hogy azt kell látni, hogy általában a nagy közösségekbe a bevándorlókat sehol, semmilyen körülmények között nem fogadják be. Tehát sem az íreket, sem az olaszokat. A többségi társadalomnak a joga az sosem a kisebbségeknek a joga. A többségi társadalom, Amerikában konkrétan ezt úgy fejezzük ki, hogy a waspoknak, ugyebár a protestáns, fehér, heteroszexuálisoknak a joga, az ő igazsága, az nem válik az íreknek az igazságává, ezért aztán az írek létrehozzák a saját írbűnszövetkezeteiket, erről szól például a Tégla című film, erről szól például a Kárhozat útja című film, vagy az olaszok létrehozzák a saját kózanosztrájukat, erről szól például a Keresztapa. És ugyanilyen módon a zsidók létrehozzák a saját bűnszövetkezetüket, és erről szól a Volt egyszer egy Amerika. Tehát, hogy itt szó nincsen arról, hogy a zsidók helyzete, vagy a zsidók státusza, és akkor beszéljünk akár a cigányokról Magyarországon, hogy a cigányok a státusza Magyarországon, vagy bármilyen más kisebbségnek a státusza bármiben is különbözne ettől a recepttől. Mindig ez történik, hogy a többségi társadalomban az igazságszolgáltatási szervek Amerikában a protestáns fehérek igazságszolgáltatási szervei voltak, és a katolikus írek, a katolikus olaszok, meg az izraelita zsidók, azok nem nyertek jogorvoslatot ezektől a szervektől, ezért aztán saját magukat kellett megszervezni, csak nekik nem vajdáik voltak, hanem keresztapáik voltak, meg rabbiaik voltak. De azért láttuk ott a korrupt fehér angolszász rendőrt is, akinek rendszeresen letejelnek. Miért csak keresztapában nem látjuk ugyanazt a korrupt fehér angol szász rendőrt, akit a magának Al Pacinónak kell keresztül lőnie az első részben? Tehát, hogy ez a figura is mindenhol megjelenik. Igazából a Volt egyszer egy Amerika is egy nagy erkölcsi példázat, ami az egész 20. századot felöleli, egy komplett generáción keresztül zajlik, és azt lehet mondani, hogyha a valaha volt talán, hanem a legnagyobb rendezőnek az életművét ezzel a filmmel méltó módon lehetett betetőzni. Reagáljunk gyorsan a toposzokra, amiket kaptunk SMS-ben. Másik két kisebb toposz. Egy, döntési pozícióban zsidókat részesítenek előnyben, sokszor kirekesztőek. És ki az, aki nem a sógorát, meg a komáját, meg a haverját, meg az ismerősét részesíti előnyben döntési pozícióban? Lásd a rokonok, Móri Zsigmond, stb. Itt az a kérdés, azok nem, akkor mi magyarok is zsidók vagyunk? Igen, hát sógor, koma. Keresztények, azok mikor részesítenek zsidókat döntési pozícióban előnyben, ez a kérdésünk? Vagy mikor részesítenek nem rokon, haver, sógor, koma, keresztényeket? Igen, más sógorát. Kettő, vizet prédikálnak, bort isznak. Lásd például hipokritizmusok roma integráció ügyében. És hát, ki nem hipokrita? Kettős mérce, igen. Hát jó, ez igaz, de... Ez igaz, de úgy gondolom, hogy ez egy komplet értelmiségre igaz. Ez az egész magyar értelmiségre. Igen, azt lehet mondani. Abszolút, jobboldali, liberális, mindegyikre. Zion bölcseinek jegyzőkönyve, szerintem említsétek meg. Hát ez a klasszikus irodalom, hát persze.
egy 19. századi rémregényből, meg egy harmadik Napóleon elleni pamfletből született. Igen. Jó, de nem Oroszországban. Tudunk hasonlóakat, tehát például Lovecraft megírta a Necronomicont, amiről azt tartják, hogy azt maga a sátán írta. Az persze. Antikrisztus könyve, ugye? De kéke, a bázeli zsidó temetőbe kékes lángocskákkal övezett aranyborjút imádnak a Cion vénei. Meg az, hogy a zsidók kommunisták, ez egy még egy SMS. Na, ez persze. Na jó, nézzük Kelet-Európát, de aztán most nézzük meg a Bush féle Amerikát, ahol a zsidók többsége olyan republikán. Minden irányzatnak az élén csomó zsidó van. Tehát, hogy arról van szó, hogy minden progresszív, éppen aktuálisan progresszív irányzatnak az élén rengeteg zsidót találsz, mivel hogy az írástudóknak, az értelmiségi pályákon a nagyon-nagyon nagy mértékben reprezentált többsége zsidó. Tehát, hogy itt erről van szó, tehát az antikommunisták körében is nagyon sok a zsidó. De a nem progresszív irányzatnál, ott pedig ugye azok a zsidók, akik túl akarják, tehát túl hazafiaskodják magukat a kompenzáció véget, hát, ugye? Igen, nem, hát az pápában a pápánál. Világos, nem, hát amikor a kommunisták a zsidók, de amikor arról van szó, hogy tőkések a zsidók, akkor most mi van? Tehát most kommunisták vagy, hát a mindenhol. Tőkések körében. Na jó, most mindenhol csak zsidók vannak az egész világon. leginkább ez itt a probléma. A csúcsok csúcsa a mai number one. A Hitetlen című film. Kevéssé ismert filmről van szó, és egy megtörtént esetet dolgoz fel, ami még az egyik pókember képregényben is megjelenik későbbiekben. Igen. Ugye egy zsidó származású bőrfejű srácnak a tragédiája. Daniel Burroughs története, és Daniel Burroughs a filmben Daniel Bálint, aki egy zsidó származású srác, akit Ryan Gosling, a brilliáns, zseniális fiatal színész játszik, akit még nagyon sok ilyen ehhez hasonlóan erős szerepben szeretnénk látni újra. Az a zsidó fiatalember, aki egy ponton meghasonlik a saját zsidóságával, és beáll bőrfejűnek nácik közé, és elkezd zsidókat ölni. Tehát zsidók ellen merényleteket tervez, és úszítja a többi bőrfejűt. A legkeményebben, a legkeményebb antiszemita lesz. Ő lesz a bőrfejűek antiszemita ideológusa. Olyan mértékben lázadt fel a saját zsidósága ellen, és természetesen megjelenik a filmben az a eléggé durva sztereotípia is, hogy hát ugyan ki lehetne ilyen brilliáns ideológis náci ügyekben, ha nem egy zsidó. Ugyan ki tudhatna ennyit a zsidókról ahhoz, hogy ennyire kifinomultan tudja gyűlölni őket, ha nem egy zsidó. És hát történetesen éppen erről van itt szó. Hát addig vidám a srácnak a története, amíg ki nem szivárog az ő náci haverjai körében, hogy ő zsidó, és hát onnantól kezdve már bújnia kell mindenki elől. Úgy a hatóságok elől, mind a korábbi zsidó iskolatársai, és mind a mostani náci elvtársai elől. Hát a legkeményebb film. Olyan dráma, akkora erejű dráma, amit nem is láthattatok. Tehát, hogy ez valami elképesztő. És itt tetőződik be a történetünk, és itt jutottunk fel a csúcsra, most nézhetünk föl az ismereteink teljében. Nem csak, mert nem csak filmileg kiváló, hiszen a Volt egyszer egy Amerika legalább ennyire jó film. Mint film, még talán jobb is, hanem ez egy olyan téma, egy olyan történet, így hozzányúlni ehhez a témához. Egy olyan sztori, amilyet máshol nem látható. Ilyet sehol nem láthattok, és hogy mondjam, a zsidó léleknek a meghasonlottságát ennyire erőteljes drámával. Az öngyűlöletnek egy ilyen, nem is tudom, extatikus kifejeződés. Itt szó szerint az öngyűlöletről beszélünk a legkeményebb formában, és hát mondom, olyan kegyetlenül nagy dráma ez, és tulajdonképpen egyrészt nagyon súlyos konfliktusa van a zsidóságnak a holokausztban betöltött szerepével, kvázi, hogy úgy meneteltek a vágóhidra, mint a birkák, ez konkrétan így hangzik el Daniel Bálintnak a szájából, és hogy nem voltak képesek a sarkukra állni, és hogy nem voltak képesek fellázadni. Egyébként ez sem igaz, mert hát tudjuk jól, hogy a varsói gettóban történt az a bizonyos lázadás, amelyre lehet hivatkozni itt, de hogy nem ez volt a jellemző. Nem ez volt a jellemző. És voltak egyébként zsidó partizán csoportok Litvániában, meg máshol, de ez most nem ez volt a jellemző. És nem ez volt a jellemző. Egyrészt ezzel van nagyon súlyos konfliktus, a másrészt hogy még sokkal súlyosabb konfliktusa van a judaizmussal kapcsolatban, és még sokkal súlyosabb konfliktusa van Jahvéval kapcsolatban, azzal a Jahvéval kapcsolatban, amelyik azt kívánta Ábrahámtól, hogy áldozza fel Izsákot, az ő gyermekét. Egy szülött fiát. Pusztán csak azért, mert Jahve ezt kéri tőle. Tehát, hogy tulajdonképpen az a Jahve, az az Isten, amelyik állati sorba kényszeríti, állati sorba taszítja az embert az ő kényére kedvére. Tehát ő neki az ószövetségi
hitével, az ószövetségi identitásával van egy nagyon súlyos konfliktusa, és ez kergeti őt az öngyűlöletbe, a nácik soraiba, és aztán végül az önfeláldozásba. Egy hatalmas filmről beszélünk a Hitetlen esetében. Ez volt a Hét Mesterlövészének az E7 vasárnapi, ismétlem, nem szombati, az E7 vasárnapi adása, melyben a... Reméljük, jól zsidőztetek velünk. A holokausztmentes zsidó filmekről beszéltünk, mely listánkon a 10. helyezett volt a Jentl, a 9. helyezett a 10 parancsolat, a 8. az Exodus, a 7. a Ben Hur, a 6. volt a Velencei Kalmár, az 5. volt a Tűzszekerek, a 4. volt a Zélig, a 3. a Hegedűs a háztetőn, a 2. volt egyszer egy Amerika, az 1. pedig a Hitetlen című film. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. A jövő héten szombaton újra itt leszünk veletek 3-tól 5-ig. Ez volt a Hét Mesterlövésze. Farkas Attila, Mártont és Puzsér Róbertet hallhattátok. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét, most egy órán keresztül hallgassatok zenét, majd pedig egy héten keresztül egy húzamban a Rádiókafét, legalábbis, hogyha ránk hallgattok. Mi köszönjük a figyelmeteket, boldog új évet kívánunk, és egy nagyon kellemes hetet. Boldog új évet. Sziasztok. Hello. Vétel, vétel.